Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 22-éig. Az első kártyáknak mindig van egy fontosabb jelentősége. Itt az első kártyán láthatunk egy hölgyet, és a kezében van a kulcs. A kulcs szimbolizálja a te magabiztonságodat, azon kívül használhatod ezt a kulcsot. Itt kinyílik egy ajtó, egy új lehetőség, különösen ami a munkádat illeti, hiszen itt van alatta a horgony, ami szimbolizálja a munkát, a hivatást. A horgony mellett itt vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, de jelenthet egy spirituális területet is. A kulcs mellett megjelenik ez a kereszt, és az azt jelenti, te elérkeztél most a sors utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, különösen ami a munkádat, a hivatásodat érinti. Itt fontos döntések lesznek. Itt kinyílik számodra egy ajtó, egy új lehetőség. Amit még tehetsz ezzel a kulccsal, bezárni ezt az ajtót, lezárni valamit. Amire nem csak ez a kulcs és az ajtó utal, hanem a koporsó. Ilyen hamis kapcsolatokat, amire ez a róka utal. Tehát itt fontos döntésekről van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Fölötted nincs kártya, az jelenteni a gondolataidat, a terveidet, és az arra utal, hogy nem engeded meg most azt, hogy mások belenézzenek a terveidbe, vagy tudják azt, hogy mit szeretnél a közeljövőben tenni, tehát kicsit titokzatos vagy. De nem fordulsz el a dolgoktól, hanem nézed itt a képeket, ami utal a te jelenlegi helyzetedre, tehát nem futsz el a valóság elől. Előtted itt van ez a torony. Ennek a toronynak több jelentése is van. Az utalhat arra, hogy te megnövelsz valamit, vagy hivatalos dolgokra, esetleg bírósági ügyre. Itt, ebben a helyzetben változik valami, hiszen a torony mellett itt vannak a gólyák, és azok utalnak változásokra. Az lehet költözködés is, és akkor ez a torony utal egy nagyobb városra. Itt van a levél, egy hír, de lehet egy szerződés megkötése is, amire nem csak ez a levél utal, hanem a gyűrű is. A te lelki társad itt jelenik meg a képen. A gólyák utalnak az ő gondolataira, tehát ő szeretne valamit megváltoztatni az életében. Lezárja a múltat, hiszen mögötte van a kasza, ami elvágja ezeket a dolgokat. Feléd figyel, hiszen a tekintete itt látható, hogy ő néz rád, vagy felnéz rád. Itt van köztetek ez az út, ez lehet egy közös életút is, és a szerelem istennője átnyújtja mindkettőtöknek ezt a szívet, ami lobog, tehát itt szerelemről van szó. Ami az otthonodat illeti, itt lesznek beszélgetések, vagy tanulás, egy új kezdet. Persze ez a gyermek utalhat gyermekekre is, és az iskolára, a képzésre. Itt megvan az erő és a kreativitás, tehát itt javul a helyzet. Amit a könyvek még jelenthetnek, az a tudás, vagy továbbképzés, talán otthonról,
vagy te kiépítesz valamit ezen a területen, megalapozod a dolgokat, és ez számodra egy új kezdet. Itt ez a kígyó utalhat megújulásokra, vagy gyógyító erőre, lehet, hogy ez a terület, ami a te hivatásod, és itt tanulsz valamit. Amit a kígyó még jelenthet, ez egy hölgy, illetve itt két nőről van szó. Az egyik a te lelki társaddal, ezzel a férfival áll összefüggésben, de ő eltekint tőle, elbúcsúzott tőle, hiszen a kassa elvágja ezt a kapcsolatot. A másik nő veled áll összefüggésben, és itt munkahelyi kapcsolatról van szó. Ez a nő figyelget téged, vagy megsértett téged, hiszen erre utal ez az ostor. De hamarosan kitisztul valami, kiderül a valóság, amit a nap jelent. Ez a virág is arra utal, hogy itt tisztázódik valami, és ez a kislány átnyújtja számodra a négy levelű lóherét, ami szerencsét hoz. Ebben a helyzetben, a munkahelyen is, és itt lehet egy nyeremény, hiszen a halak a pénzre utalnak. Itt ez a kártya, ez a hajó jelenti a reményt. A remény arra, hogy javul az anyagi helyzet, és lesznek változások a munkahelyen. Nem csak ez a remény segít ebben, hanem az egerek eltávolítják ezt a szemét, vagy ezt a helyzetet, vagy segítenek abban, hogy így tisztázódjon valami. Visszatérve a hajóra, ez nem csak a reményre utal, hanem az utazásokra, a külföldi kapcsolatokra. Az lehet munka külföldön, vagy egy külföldi cégnél. De ez az utazás gyakran egy belső út, és akkor utal egy spirituális területre, és az elképzelhető, hogy ez a te hivatásod. Még visszatérve hozzád, itt előtted van ez a torony, és mint mondtam, azok lehetnek hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, de amikor érzelmekről van szó, akkor ez a torony azt jelenti, hogy fogva érzed magad, mert bizonytalan vagy, vagy vannak félelmek, de ez megváltozik hamarosan, és lesz itt egy kiút, ennek örülhetsz, és lesz egy jó hír, amire számíthatsz a következő napokban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!